Nagy szombaton szükségünk van az elcsendesedésre, hogy felismerjük, nem vagyunk egyedül. Erről beszélt az emedjen a Budapesti Szent István Király templom helyettes plébánosa. Kovács Zoltán hozzátette, Krisztus húsvéti győzelme feltámadása megmutatkozik a mi életünkben is. Üres volt az oltár, nem szóltak a harangok, Elcsendesedett Magyarország legnagyobb temploma a gyásznapján nagyszombaton. Az Esztergomi Bazilikába betérő hívők Jézus Krisztus Szent Síri előtt imádkoztak. A Székesegyházban is a hagyomány szerint csak este tartják a feltámadási szertartást, húsvét vigíliáját. Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe. A Szent Három napon emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus szenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Nagyszombat a húsvét ünnepének előnapja, a csend napja. Ilyenkor gyászolnak a keresztények és csendben készülnek Krisztus feltámadására. Engedünk valamit dolgozni, engedünk valamit mérehatni, valamit megérkezni a szívünkbe. Ilyen a nagybőti idő és ilyen különösen nagypént, csöngye, nagy nagypénteknek a csöndje, nagyszombatnak a gyásza. Nagy szombaton szükségünk van az elcsendesedésre, hogy felismerjük, nem vagyunk egyedül. Akármilyen aggodalmak vesznek körül bennünket a világban, személyesen ott van a jó Isten az életünkben. Erről beszélt az m 1 Kovács Zoltán atya. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy legyőz minket akár a félelem, akár konkrétan a legyőzöttséget lehet tapasztalni ott, ahol, ahol háború van, ahol harcok vannak, ahol gyász van, úgy húsba van. De a húsvét üzenete éppen ezt hozza meg, hogy Krisztus maga is csak látszólag legyőzetett. Tehát a győztes ő maga, és az ő húsvétje, az ő győzelme megmutatkozik, konkretizálódik a mi életünkben is, már a szívünkben is, amikor befogadjuk őt, és oda át különösen is majd a föltámadásban. Idén is a háború kárnyékában készül Jézus Krisztus feltámadására a keresztény világ. Háború a szomszédban és a közel-keleten is. Az ő gondolkodásában meg, benne van, hogy a vallások közötti párbeszéd nagyon fontos a béke megteremtésében. Ferenc pápa külpolitikájában központi szerepet tölt be a vallások közötti párbeszéd. Erről már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára beszélt az M1-en. Újházi Lóránt kiemelte... Ezekben a napokban a szokásosnál is nagyobb figyelem kíséri a katolikus egyházfő üzeneteit, amelyeknek a középpontjában a béke áll. Megválasztása után is rögtön azt mondta, hogy a harmadik világháború elkezdődött. Darabokban zajló hábor, világháborúról, harmadik világháborúról van szó, és a pápa nem csak a fegyveres konfliktusokra gondolt. Ugye a fegyveres konfliktusok azok már nagyon magas szintjei az, a, az emberek, a népek között, országok közötti ellentétnek, de vannak azért ö, olyan ö, társadalmi ö, jelenségek, igazságtalanság. Ugye a gyermek katonaságról sokat beszél, élelmiszerbiztonságról sokat beszél, vízbiztonságról. Tehát mindazokról, amik erről a biztonságpolitika is beszél, a pápának a kommunikációjában ott van. Nagy szombat Ország országszerte már Krisztus feltámadását ünneplik a keresztények. Ekkor van a tűzszentelés, a húsvéti gyertya és szentelés, amit a vigília mise követ. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény a fény születését ünneplik a keresztény egyházak. Este felé tartják a feltámadási körmenetet is. Nagy szombaton véget ír a 40 napos bőjt. A körmenetből hazatérő családok elfogyasztják a nagyrészt csonkából és tojásból álló hagyományos húsvéti vacsorát.